Sziasztok! Üdv egy újabb videóban. Na hát, ez az utolsó nap, hogy itt van velem a barátom, mert holnap hazautazik, hogy az ünnepeket a családjával töltse majd, és akkor januárban találkozunk újra, amikor visszajön. Viszont pont ezért úgy alakítottam a hetemet, hogy ezen a mai napon nem lesz se fotózás, se forgatás, se rendezvény, semmi, úgyhogy teljes mértékben együtt tudjuk tölteni a napot. Az utóbbi napokban egyébként egyedül az volt a nehéz, hogy az esti órákban 2-3 órát kellett ugye a laptopomon töltenem ahhoz, hogy videót vágjak, és ez elgondolkoztatott azon egyébként, hogy nem is az, hogy túlvállaltam magamat erre az időszakra, mert már nagyon jól tudtam ennyi év után, hogy ez milyen, de jövőre lehet, hogy keresni fogok egy vágót, aki kicsit besegít, és mondjuk a videók felét meg tudja vágni helyettem. És egyébként nyilván normális az, hogy a másik dolgozik, én is, amikor a barátomnál vagyok, őnek is dolgoznia kell, és nem vagyunk 0-24 együtt. De most, hogy egy hónapig nem fogunk találkozni, és pont ebben a karácsonyi szezonban, ezért bennem volt egy ilyen nyomás, hogy minél több minőségi időt töltsünk együtt. Úgyhogy ma tartunk egy ilyen kis randi napot, el fogunk menni jégkorcsolyázni a Városligetbe. És ez azért is szuper, mert magamtól biztos, hogy nem mennék se jégkorcsolyázni, se a Városligetbe. Nem vagyok mindig odáig azokért a helyekért, ahol tömeg van, illetve a hidegért sem, úgyhogy lehet, hogy ez lesz az egyetlen olyan alkalom idén, vagy ezen a télen, hogy én jégkorcsolyázni fogok. Viszont ma kifejezetten van kedvem hozzá, mert amint látjátok így a fényből, nem mondom, hogy süt a nap, de nincs is olyan borús idő, mint az utóbbi napokban. Úgyhogy ezt ki kell használni és ki kell mozdulni. Na, van rajtam egy ilyen aláöltözet, ez a, lehet, hogy már mutattam is a napokban, de ez az Uniqlós kis aláöltöző felsőm, illetve van rajtam egy ilyen nagyon-nagyon vastag harisnya, és egyébként már nagyon izgatok itthon, mert ez az aláöltözet elég durva. Aztán rávettem egy ilyen szürke farmert, és egy fehér pulcsit fogok még erre rávenni. Egyébként én karácsonyra a családomtól téli kabátot kértem, mert mint kiderült, nincsen normális téli kabátom, ami nem azt mondom, hogy síelésre, de hogy egy ilyen tényleg havas, hideg programhoz tökéletes, mert volt egy kabátom, de mivel azt a padláson tároltam otthon, ezért képzeljétek el, hogy tönkrement, nem tudom, hogy tavaly, vagy 2 éve volt, hiszem tavaly. Szóval a lényeg, hogy tönkrement ez a kabát, mert valami megfogta a padláson így a színét, és teljesen foltos lett, és képtelen voltam kitisztítani. Na, ezt a kis táskámat fogom ma vinni, csak próbálom rárakni a nagyobb szíjat. De már is sétálunk a Városliget felé. És egyébként van a nagyimnak a szülinapja, és beszéltem most vele telefonon. Belenézeget ő is a Vlogmas részekbe, és mondta nekem, hogy hallotta, hogy a focaccia készítés mennyire nem ment, és hogy neki van 2 nagyon-nagyon jó receptje, amit majd mindenképp megoszt velem. Amúgy nem is tudom, hogy miért nem gondoltam rá, hogy őt kérdezzem meg a receptről, csak ugye tudom, hogy miket szokott készíteni, és szerintem nekem még focacciát ő nem készített, szóval meglepő volt az a tipp, amit mondott, és mindenképpen nem tudom, hogy a Vlogmasben vagy majd a 2 között fogom ezt kipróbálni, meglátjuk. Minden esetre annyira cuki. Jaj, meg még egy dolog, most, hogy a barátom majd hazamegy, ugye sokkal több időt fogok egyedül tölteni ismét, és nagyon sok könyv van még a listámon, amiket mindenképpen szeretnék idén elolvasni, szóval ezért is a könyvajánlót, azt mindig szerintem a Vlogmas vége felé szoktam megejteni, hiszen addigra befejezek mindent, amit szeretnék, és most is majd talán jövő héten lesz a könyvajánló, mire sikerül befejeznem még 1-2 dolgot. De ez most csak azért jutott eszembe, mert valaki írt, hogy szeretne könyveket vásárolni majd az ünnepi utazásaira, és hogy mikor is lesz az ajánló. És hogyha valakit érdekel most az ajánlón kívül, hogy miket olvastam idén, akkor a Goodreads profilomon be tudtok követni. Én nagyon szeretem azt az appot. Minden évben lelkesen gyűjtöm ott a könyveket. Azt is, hogy mit szeretnék elolvasni, azt is, hogy mi az, amit már olvastam. És a barátaitokat is be tudjátok ott követni, vagy rávenni, hogy mindenki csináljon magának ilyen virtuális könyvespolcot, hiszen tök jó egymással megosztani, hogy ki mit olvas, de néha ránézek, és akkor ott így az engedélykéréseket így elfogadom, hogy
lássátok, hogy mit olvastam, mert amúgy nem titok. Úgyhogy, ja, az egy nagyon szuper app. De szerintem mindig el szoktam mondani, csak aztán én is néha elfelejtem. Hát ékkor isztunk egy órát, és egyébként nagyon cukik voltatok, mert többen is odajöttetek köszönni, meg hogy nézitek a vlogomat, és volt is egy lány, aki felajánlotta, hogy csinál rólunk közös képet. Aztán pedig emireltünk a Flow-ban, amit, hogyha bárki nem ismerne, akkor nagyon szeretjük, mint kávézó, és full vegán étterem. Szóval 3 óráig van náluk mindig ilyen ebédmenü, ami leves és főétel, és nagyon-nagyon finom minden. Úgyhogy szuper ebéd is volt, most pedig csak sétálgatni fogunk még itt az utolsó fényekben ma. Na nekem itt sikerült pár ajándékot megvennem az egyik üzletben, és csak azért nem mondom el az üzlet nevét, mert lehet, hogy vannak olyan barátnőim, akiket innen ajándékozok és nézik ezt a vlogot. Veszünk egy forradból itt a vásárban, mert hozzátartozik a karácsonyi élményhez. Na, mi időközben hazáig sétáltunk, úgyhogy ma rengeteg kilométert tettünk meg, és nagyon-nagyon jól esett. Én megvágtam a mai vlogmast, és az airfryerben már készítjük a vacsorát. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt is, remélem, hogy nagyon kis téli, karácsonyi hangulatotok lett tőle, és hát akkor találkozunk holnap. Sziasztok!